A mi lakosunk megígérte Takácsné Győre Anettnek, hogy ő lesz az alpolgármester, és erről nagyon nehezen tud lejönni, erről az elképzelésről, hogy ő legyen az, hangzott el ez a közérdekű október 11-i műsorában, dr. Csáky András polgármester úr mondta ezt, megszólítatott Takácsné Győre Anett, a stúdióban Takácsné Győre Anett kezdjük. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm, és köszönöm azt is, hogy van lehetőségem reflektálni rá, még ilyen beszélgetésen az elmúlt 11-6 évben nem volt a lehetőségem, úgyhogy ezt külön köszönöm. És kérem, kommentálja a felvezetőmet. Így van. Hát polgármester úrnak megnéztem én is a műsorát, amiben nem egyszer, nem kétszer, hanem többször szóba hozta a nevemet, illetve minősített, és sokadjára állít valótlanságot. Én úgy gondolom, hogy itt az ideje elmondani, hogy valójában hogy is történtek ezek az egyeztetések, és mi is történt valójában, illetve hogy került a személyem az alpolgármesterséget illetően szóba. Tulajdonképpen a választás ugye nyáron történt, most gyorsan így elmondom, és akkor nyár előtt, választások előtt ugye Hegedűs Ágota, nem mint ahogy a polgármester úr mondta, hogy hirtelen felindulásból, hanem ugye a sajtóba, a tévébe, írott sajtóban is közzé tette, hogy nem kíván a továbbiakban alpolgármesterként indulni, sőt még jelöltetni se szerette volna magát, ebben is később gondolta meg magát. És miután a választás megtörtént, ugye jelentős fölénnyel 9 képviselője nyert a 10-ből a Fidesznek, zárult a választási eredmény, és ezt követően a lemondott alpolgármester helyett ilyenkor a többségi frakció mindig jelöl egy alpolgármester szemét, és személyemet kérték fel erre a munkára az elmúlt évek során tanúsított hozzáállásom kapcsán, illetve munkából. Most ha ezt a nézők nem tudják, akkor tudni kell, hogy a képviselő testületnek törvényi kötelezettsége van, hogy a testület tagjai közül, tehát nem akárhonnan, a testület tagjai közül kell választani egy alpolgármestert, tehát elég szűk mesdjén mozgunk, ugye 14 főről beszélünk. És így kerültem én képbe, amit én nagyon köszöntem, és megtisztelő is volt, hogy felkért a Fidesz erre a feladatra, illetve gondoltam, hogy Ceglédért tudok tenni és dolgozni. Polgármester úrnak a személyemet közölték, és ő egyértelműen nemleges válaszát nyilvánította ki, hogy ő nem gondolkozik a személyemben, sőt, és akkor itt a tévéműsorban sokféle jelszővel illette, hogy miért is nem. A legaktívabban támadott, meg savazott, meg mindennek ellenállt Takácsné Győre Anett, nem lehet azt mondani, hogy egy konstruktív személyiség lett volna a testületen belül. Igen. Szintén idézett a műsorban. Én is kiírta. Köszönöm a segítséget. Igen, ez így van. Én úgy gondolom, hogy hát én másképp értelmezzük ezek szerint a konstruktív személyiséget, nem úgy, mint polgármester úr. Polgármester úgy értelmezi, ha vele valaki mindenbe egyet ért, akkor az konstruktív. Hát akkor valóban nem vagyok konstruktív, mert én amit gondolok, és ha azt próbálom alátámasztani, én próbálom az érdekeket ütköztetni, együtt gondolkozni. Természetesen, ha másnak van igaza, vagy jobb megoldás, akkor hajra kara. Az én nézetemben a konstruktív ezt jelenti. Visszanéztem számtalan testületi ülést, a hozzászólásaimat, aki úgy érzi, hogy van hozzá kellő türelme, javaslom neki, nem érzem úgy, hogy nem vagyok konstruktív, az való igaz, hogy nagyon sokszor az igaz, amért kiálltam, illetve próbáltam érdekek mentén meggyőzni polgármester urat, hogy véleményem szerint mi a helyes döntés. De hát ezért ülünk ott, mert ha nem így lenne, akkor miért is van szükség képviselőtestületre, akkor tulajdonképpen egy személyben a polgármester úr irányíthatná az egész várost. Tehát nem együtt értelmezzük a konstruktív személy fogalmát. Visszakanyarodva a történésekhez, polgármester úr közölte, hogy ő felkérte Hegedűs Ágotát alpolgármesternek, és Ágota a jelölést el is fogadta, és innen indult el a lavina tulajdonképpen, mert Hegedűs Ágota elmulasztotta azt a lépést, hogy ezt közölje frakciótársával, így van, és itt egy nyilván engem már jelöltek, ő később mondta, hogy a lejelölést elfogadta, el sem fogadhatta volna, azt tudni kell, hogy maga a jelölő szervezet dönti el, hogy kit indít képviselőjelöltnek, illetve kit jelöl alpolgármesternek. Ugye ezt a megtiszteltetést két cikluson keresztül így az Ágota személye kapta. Tehát maga a jelölő szervezet az, aki felé bizalommal tartozunk, meg aki felé elszámolással is tartozunk, mivel hogy ő általa végezhetjük ezt a tevékenységet és ezt a munkát.
És itt egy nagyfokú bizalmatlanság elindult, hogy ez hogy is történt valójában. Tehát ennél a pontnál rekedtünk meg, és ennél a pontnál jutottunk el az alakuló üléshez, hogy napi rendlevételére került az alpolgármester választás. Az ön véleménye szerint ön tudna együtt dolgozni dr. Csáky Andrással? Csáky András azt mondta, hogy elképzelhetetlen számára, és hogy ezen kár vitatkozni. Én abszolút, hát ha az én helyzetemet nézzük, és az ő személyét nézzük, ez egy elég érdekes kérdés, és én abszolút úgy érzem, hogy mérhetet, és aki tudja, egy nagyon erős csapatjátékos vagyok, és pont az ellenkezője, pont a legkonstruktívabb, és őszinte, ugyanúgy, mint hogy itt is őszintén elmondom, és merem vállalni a véleményemet. Ezt van, aki nem kedveli, van, aki megkedveli, mert tudja, hogy mihez tartsa magát, és hogy tudunk dűlőre jutni, hogy tudjuk az érdekeket ütköztetni, és a legjobb megoldást megtalálni. Nem dolgoztam még vele, úgyhogy erre azért nem tudok választ adni, mert a munka adja meg maga a választ. Én nem Csáky András mellett akarok, és érte akarok dolgozni, és nem mellette jól összejönni, és jól érezni magamat, hanem Cegléd városáért, és ebben az egyben bizonyára az irány egy és ugyanaz, mind a kettőnk személyét illetően. Ön készen áll akkor a közös gondolkodásra? Mert Csáky András ennek az álláspontjának adott hangot a műsorban. Hát mindig hangot ad a közös gondolkodásnak, de ezt valahogy úgy a valóság nem ezt tartalmazza. Többek között, akkor ha egy kicsit a közös gondolkodásra kitérünk, megegyezések, tehát ez mindig úgy van, hogy mikor a mandátumot megnyert képviselők elkezdenek egyeztetni. Az azt jelenti, hogy ki milyen arányban szerzett mandátumot, annak arányában próbálják a bizottsági helyeket elosztani, az alpolgármester személyét jelölni. Ez egy kicsit íratlan szabály is, hogy a legtöbb mandátumot szerző szokta az alpolgármester személyét adni, ugye Hegedűs Ágota is így került alpolgármesteri székbe. Tehát ezek az egyeztetések elkezdődnek. Most szeptember elején, 10-én, ha jól emlékszek, volt egy frakció egyeztetés, ugye a Lokálpatrióta, a Fidesz frakció és a két önálló képviselőt lett meghívva. Ezen az egyeztetésen én is részt vettem, illetve erről az egyeztetésről születtek jegyzőkönyvek. Ezen az egyeztetésen polgármester úr elmondta az álláspontját, hogy ő neki a fő irányvonal a spórolás. Már ebben nem értettünk egyet, mert én nem így gondolom, hogy így lehet egy várost sikeresen vezetni. A spórolás, és ő elmondta, hogy mit képzel el, és azt csinálunk, amit akarunk. És akkor mindannyian néztünk egymásra, hogy akkor további egyeztetések hogy fognak történni. Eltelt egy hónap, majd egy hónap elteltével valami oknál fogva mégis átértékelte a véleményét, és egy újabb egyeztetést hívott össze, amin már mi a struktúránkat bemutattuk ott a társaknak, a többi a képviselőknek is, illetve a másik frakciónak is. Ezt a bővített bizottsági struktúrát, mert a Mi Hazánk kérte, hogy ő szeretne egy bővített struktúrát látni. És itt egy egészen kompromisszumos megoldás rajzolódott ki. Kértek még néhány napot, ez egy hétfői nap volt, egy szerda reggeli napot, hogy újra átbeszéljük az egészet, de ezt jó megoldásnak látják, arányos volt az elosztás, hogy ki hány mandátumot, milyen helyeket kap. Meglepően barátságos megbeszélés volt, úgyhogy már én attól féltem, hogy hol jön elő a nyuszi a kalapból, és ez elő is búj délutánra ez a nyuszi, mert hogy délután, munkaidő után 4 óra környékén kaptam egy telefont, hogy a frakcióvezető úrral fáradjunk be a polgármester úrhoz. És itt meglepetésünkre ugye csak mi voltunk ott, úgyhogy 6 szem közt polgármester úr közölte velünk, hogy amennyiben nem választjuk meg Hegedűs Ágotát, a polgármesternek az egész egyességet felrúgja, és akkor ez az egyesség nincs. Ezt tudni kell, hogy ez az a szerdai nap, amikor másnap reggel 8-kor alakuló ülés volt. Tehát az alakuló ülésnek a mi voltját nagyban meghatározta polgármester úr korrekt viselkedése, hogy nem a többi frakciótárs előtt, nem a közös egyeztetésen nyilvánított véleményt és fejezte ki a döntéshozatalát vagy az elvárását, hanem ezt egy 6 szem közti munkaidő utáni beszélésen. Tehát nem tudom, hogy lehet így konstruktívan együtt dolgozni, akkor már azt mondom, hogy talán mégiscsak jobb személyiség az, aki meri elmondani a véleményét szemtől szembe. Ő csak nagyon rövid választ kérnék, nagyon elszaladt az idő ismét. Mit vár november 11-től? Akkor lesz a következő ülés?
Hát én mindenféleképpen egy együtt gondolkozást. Először is polgármester úrnak meg kell értenie azt, hogy többségi Fidesz frakció van. A képviselő testületből ez esetben a polgármester úr ilyenkor egy képviselő egy szavazattal bír, és jelen esetben neki 3 képviselője jutott be, míg a Fidesz részéről a jelenlegi létszám 9 fő. Ezt mindenféleképpen érteni kell, ugyanúgy, mint ahogy a bizottsági tagokat sem ő dönti el, mint ahogy ő mondja, azért nagyon helytelenül fogalmazta meg, mert ő előterjesztést hoz, és az előterjesztést egy nagyon egyszerű példával éve, és tényleg gyors leszek, mint a költségvetésnél is behozza a polgármester az előterjesztést, és módosító indítványt fűzhetünk hozzá, ugyanígy a bizottsági tagoknál is, mert ha ő jelöl minden személyt, akkor szeretném én megkérdezni a tévénézőket, ebben hol van demokrácia, hát az tulajdonképpen mondhatni királyság, mert polgármester úr egy személybe föltölti az összes bizottsági helyet, tehát ez nem életszerű. Úgyhogy én bízom abba, hogy ezt belátja, hogy ennek mi a folyamata, a módja, rendje, és akkor annak megfelelően mi elegánsan a bizottsági elnöki helyet fölajánlva, illetve az arányos elosztás elvét fölajánlva egyességre tudunk jutni. Hát kíváncsian várjuk a folytatást. Takács Négy Györgyenet, köszönöm, hogy nálunk jött. Én megköszönöm a meghívást.